Szerdától szerdáig a Baracsi Média TV műsora. Na, hölgyeim és uraim, akkor ez a Szerdától szerdáig 2013 éves első adását látják itt, most itt a Baracs Média TV-n. Egy kicsit változtatni fogunk a szokásokon. Egy kicsit változtatni kell a szokásokon, ugyanis ez két heti műsorrá fog válni a Szerdától szerdáig. Nem tudom igazából, mi legyen a neve, Szerdától második szerdáig, vagy csak egyszerűen maradjon Szerdától szerdáig. Szerintem ez teljesen jó lesz így is, ahogy ideig elneveztük. Változás történt még abban, hogy a Szerdától szerdáigban nem csak két hölgy, hanem már három hölgy fog velem együtt dolgozni. A harmadikat engedtessék meg, hogy bemutassam önöknek. Mezei Anikónak hívják, a becenevén pedig Trixi kisasszony. Tehát Trixi, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, és most következzenek Baracs hírei. Fontos mérföldkőhöz érkezett Mezőfalva Nagyvenyim Baracs Kisapostak csatorna beruházásának második üteme. Január 14-én Nagyvenyimen a négy település képviselőtestülete közös gyűlést tartott, ahol dr. Turi Ákos ügyvéd úr ismertette a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárását, ami pontosan azt jelenti, hogy megtörtént a csatorna beruházás második ütemének kivitelezőinek kiválasztása. Ha minden a tervek szerint megy, akkor tavasszal nekiállhatnak a csatorna építésének itt, nálunk Baracson is. Most következzék dr. Horváth Zsolt, Baracs községi jegyzőjének ismertetője. Kettő dologról szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot. Az elmúlt adásokban már szóba került az, hogy a Dunajvárosi Járási Hivatal 2013. január 1-től fel fog állni. Ez megtörtént. Tegnap volt itt a hivatalvezető úr, polgármester úrral és velem tárgyaltak az ügyiratok átadásáról. Kettő kolléganőm január 1-én szintén ugye megkezdte munkáját a Dunajvárosi Járási Hivatalban. Fontos információ, hogy a Dunajvárosi Járási Hivatal az Dunajvárosban a Városházatér 2 szám alatt található, és a 412-211-es telefonszámon érhető el. El kell még mondanunk azt is, hogy minden héten csütörtökön a Dunajvárosi Járási Hivatal ügysegédet fog küldeni Baracs község polgármesteri hivatalában, és 8-tól délig intézi a járási hivatalhoz tartozó feladatot. A másik dolog, amit feltétlenül el kell mondani, hogy 2013. január 4-én Kisaposta Község Önkormányzat képviselőtestülete hozott egy döntést, miszerint közös hivatalt Baracs Község Önkormányzatával kívánja létrehozni. Jogszabály szerint, mivel Baracs 3000 főt meghaladja a lakosság szám tekintetében, ezért nincs is választása, tehát kötelező fogadni Kisaposta Község Önkormányzatát, és a közös hivatal létrehozatalára az elkövetkezendő hetekben egy megállapodást kell a két önkormányzatnak aláírni. A közös hivatal Baracs lakosainak a számára tulajdonképpen változást nem jelent, sőt tovább megy a Kisapostag lakosainak sem, hiszen Kisapostagon ugyanúgy egy kirendeltség fog működni, vagy három vagy négy fős polgármesteri hivatallal. Sokak számára nem tudott, hogy ez a közös hivatal tulajdonképpen mit is jelent. A közös hivatal azt jelenti, hogy Baracs község önkormányzata is és Kisapostag község önkormányzata is ugyanúgy független lesz, mint az eddigiekben. Az önkormányzati választások tekintetében teljesen külön válik a két település, csupán az önkormányzat, illetve a képviselőtestület munkáját egyetlen egy közös hivatal fogja segíteni. Januárban a faluházi és a sportolóké a főszerep. A sporthírekben tájékoztatjuk önöket a kezdési időpontokról. Szeretettel köszöntöm nézőinket, egy kisebb áttekintést szeretnék adni a 2013-as tavaszi rajtról, annak a felkészüléséről. Csapataink elkezdték a felkészülést, minden korosztályban tartanak a felkészülési edzések.
felnőtt csapatunknál érezhető változásoknak lesznek tanúi majd a kedves szurkolók. Akiről már biztosan be tudunk számolni, érkezett a kapuba, ismét visszatért Baracsra rutinos kapus Tóth Norbert, aki Makó Bencével fogja együtt közösen felváltva védeni Baracs kapuját, és együtt egymással az elsőségért harcolva tesznek meg mindent azért, hogy Baracs jobban szerepeljen a tavaszi bajnokságban. Egy rutinos csatárt is igazoltunk, ő Rajna Róbert, aki Velencéről érkezett hozzánk. Van még a Tarsolyba olyan igazolás, akikkel tárgyalásokat folytatunk, ezek még nem aktuálisak, ahogy az átigazolások aláírásra kerülnek, abban a pillanatban be fogunk számolni kedves nézőinknek. Január 26-án a Baracsi Faluház teremtornának fog otthont adni. Ez a hagyományos baracsi felkészülési torna, ahol a környékbeli csapatok mellett Veszprém megyei Urkut csapata is részt fog venni ezen a teremtornán. Egy kis ízelítő abból, hogy kik szerepelnek ezen a megmérettetésen. A Megye 1-es első osztályú Mezőfalva, a Megye 2-es Kulcs, Megye 3-as Nagybenyém, Rácalmás, Kisapostag, Nagy Karácsony és Baracs az, aki Urkuttal vegyítve természetesen győzelemre próbáljuk vinni csapatunkat, meg szeretnénk védeni a tavalyi elsőségünket. Január 20-án Török Bálinton fognak szerepelni a 13 éveseink a futszál bajnokságban, mivel beneveztük őket. A hazai első megmérettetésen nagyon jól szerepelt a csapat. Ők második helyen végeztek az akkori fordulóba. Én bízom benne, hogy Fink Viktor tanítványai ismételten egy nagyon jó mérkőzések után sikeres szereplést fognak felmutatni. Hajrá, Baracs! Önök közül bizonyára sokan nem tudják, hogy Baracs Magyarországon belül milyen éghajlati régióba tartozik, most ezt ismertetni fogom önökkel. Baracs az ország szárazabb régiójába tartozik, az évi átlag csapadék mennyiség 5-600 mm között alakul, az évi középhőmérséklet 10 fok felett van. A legmelegebb hónap a július. Átlag hőmérséklete 22 Celsius fok körül alakul. A leghidegebb viszont a január. Átlagos középhőmérséklete mínusz 1 Celsius fok alatt alakul. Napfényben igen gazdag része ez az országnak. A váltakozó szélirány északnyugati. Az átlag szélsebesség eléri a 2,9 méter per szekundumot. Növénytermesztés szemszögéből Baracs jó fekvésű. Mivel a fagyok ideje április közepén véget ér. Ellentétben az északi ország részben, mivel ott még májusban is alakulhatnak ki fagyok. Az éghajlatváltozás viszont ezt a területet is érinti. Az elmúlt 30 évben közel 3 fokkal is nőttek a nyári maximum hőmérsékletek értékei. Idén nyáron sem lesz ez máshogy, átlagban 5 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Időjárás Baracson a jövő héten. Hideg téli idő vár ránk a jövő héten sok csapadékkal. Szinte minden nap várható hóesés, esetleg eső. A hétvégén éjjel a hőmérséklet lecsökkenhet mínusz 10 fokig is. Jövő hét elején viszont kissé enyhül az időjárás, mínusz 3 fok körül alakulnak a hőmérsékletek Baracson. Kérem, ebben a csúszós hideg időben vigyázzanak egymásra. Köszönöm figyelmüket, további szép napokat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra. Tehát akkor ez volt a Szerdától Szerdáig a 2013 éves első adásunk, ugye Trixikével, műsorvezetésével, bemondásával sikerült ezt azonban prezentálnunk. Aki nem látta volna az adásunkat, vagy nincsen Baracs Média TV-je, annak elmondom azt, hogy a http://baracstövö.8x.hu oldalon meg lehet tekinteni az eddigi elkészült fímeinket. Kellemes napokat kívánok önöknek, reméljük jövő héten és azután nem lesz már ennyire hideg, havas a táj, de ez lesz, akkor ez lesz, mert hát hiába, hát tél van. Tehát találkozunk két hét múlva, viszontlátásra, érezzék jól magukat!